Pénteken tartják meg a negyedik emlőrák konszenzus konferenciát. A harmadik konferencia óta eltelt immár 4 év. Ez alatt az idő alatt az emlőrák diagnosztikájában és az alkalmazott komplex terápiában számos olyan változás történt, amely az akkori ajánlások felülvizsgálatát és frissítését teszi indokoltá. A konferenciával és a változásokkal kapcsolatban vendégeink most dr. Horváth Zsolt, professzor dr. Cserny Gábor és dr. Maráz Róbert. Jó estét kívánunk! És önöknek is jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát akkor kezdjük a kezdetektől, hogy honnan jött ennek a konszenzusnak az ötlete? Az ötlet már bő 2 évtizede megvan. Az első konszenzus konferencia 1999-ben volt, melyet 3 kecskeméti konszenzus konferencia követte 2009-ben, 2016-ban és most. És hát emiatt most már kecskeméti emlőrák konszenzus konferenciának nevezik, ezt az egész országban fogalomként használják. Tehát ez a története röviden a konferenciának. Miért tartják ezt fontosnak leginkább? A konszenzus konferenciáknak az a lényege, hogy a különböző szakterületeken olyan szabályokat, előírásokat fogalmazzon meg, amely alkalmas arra, hogy a kollégák, akik nem szakértői egy adott területnek, felhasználhassák a betegekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Itt nem csak a terápiáról van szó, hanem a diagnosztikáról is szó van, jelesül ugye a patológiáról, a képalkotó diagnosztikáról, és hát a terápia oldaláról pedig a sebészetről, a sugárterápiáról, a belgyógyászati onkológiáról, tehát magyarul a gyógyszeres terápiáról, és utolsó sorban a rehabilitációról és a pszichoonkológiáról. Tehát ezekben szabályrendszereket, összefüggéseket mutatunk ki, és ezeket fogják a kollégák a megjelenést követően használni tulajdonképpen irányelvként a döntéshozatalban. Önöket is kérdezem, hogy hogy látják, hogy mennyire mennek el az emberek a szükséges vizsgálatokra? Véleményem szerint nem mennek el. Kellő arányban az emlőrák szűrés az talán az egyetlen olyan bevált módszer, amivel a betegséget korán föl lehet ismerni, és megfelelően kevésbé radikális módon lehet kezelni. A szűrés az meg akkor hatékony, hogyha legalább a meghívottaknak. Hát én azt mondom, hogy jobb, hogyha 90%-a megy el, de 70% fölötti arányba kell, hogy megjelenjenek, és Magyarországon ez nem így van. Kicsit beszéljünk a holnapi konszenzusról. Milyen témák és előadók várhatók? Ez a 6 téma, amit az előbb említettünk, lesz a konszenzus konferencia fő 6 területe. A képalkotó vizsgálat, tehát a mammográfia, emlő-ultrahang vizsgálat, tehát a radiológusok fogják összefoglalni. Professzor Uréka jelesülő maga személyesen a patológiai anyagot fogja összefoglalni. Ezt követően a sebész kollégák fogják a emlőrák sebészetével kapcsolatos információkat összeadni, és szombat reggeltől kezdve pedig a gyógyszeres terápiát, a sugárterápiát és végül a rehabilitációt fogjuk összeadni. Ennek az lesz az értelme, hogy eddig egy előkészítő munka történt, aminek során több mint 1 évig csiszoltuk azt a szöveget, amelyet most már publikussá tettünk. Ehhez részben a saját munkacsoportok, részben pedig a többi munkacsoport együttesen hozzászólhatott, majd pedig miután nyilvánossá tettük, bárki hozzáfűzhette a véleményét, aki emlőrákkal foglalkozik. Olyan szempontokat, kérdéseket lehetett felvetni ennek során, amelyek a szöveget, a végső szöveget jobbá teszik. A multidisziplinaritást, bocsánat, hogy egy ilyen idegen szót mondok, tehát az együttműködést szeretnénk ebben kihangsúlyozni. Az emlőrák, és hát általában az onkológia, mint olyan, az egy közös cselekvésen, különböző szakterületek együttműködésén alapuló terület, és hát a felsoroltak azok együttesen tudják azt az optimális végeredményt hozni, amelyik a betegek számára a legüdvösebb. Ha minden igaz, akkor új irányelveik vannak az onkológiai ellátásban.
Erről egy picit mit lehetne bővebben hallani? A sebészet részéről a szűrésekről volt szó, és nekünk egy nagyon nagy feladat és kihívás volt a nem tapintható elmédaganatok sebészete, amely valóban mindenki számára előnyös. Aztán, hogy az őszemnyírók csomó biopsziával lehetett a hónaj radikális kezelését csökkenteni, és az onkoplasztikai sebészet hódít most nagyon, és egy új irányvonal, illetve egy követendő irányvonal, aminek az a célja, hogy a betegnek nem csak a betegségét gyógyítsuk meg, hanem az embernek a formáját, alakját megőrizzük, helyreállítsuk, próbáljuk úgy megoperálni a beteget, hogy a pszichéje és az emlőnek a formája, ennek a elképzelése, ez megmaradjon a betegnek, ami nagyon fontos a nőiesség mióta ennek a megőrzésében. Tehát ezek mind nagyon jó és korszerű dolgok, ezeket az irányelveket próbáljuk meghatározni és követni Kecskeméten is, minél nagyobb számban és minőségben megvalósítani. Mondanék én is valamit. Igen, nyugodtan, teljesen nyugodtan. Ez nagyjából, hogy miért van szükség irányelvekre? Talán úgy lehet összefoglalni, hogy egy picit mindenki másképp csinálja, de mégis van olyan alap, aminek mindenkinek meg kell felelni. Tehát amikor az ember megnéz a saját szakmámban, megnézek egy emlőráknak egy mintáját mikroszkóposan, akkor arról vannak olyan elvárandó alapinformációk, amiket meg kell adni. Mindenki meg tudja nézni ugyanazt a metszetet, de nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy írja le. És nem arról van szó, hogy egy naturalista leírást adunk, hogy 10 ilyen sejt van, 15 olyan sejt van, hanem ezt valahogy össze kell foglalni, egy kontextusba helyezni, és olyan formában közölni a sebésszel. Nem az évben sikerült eltávolítani a tumort. Az onkológussal ez a daganat erre vagy arra a kezelésre lesz érzékeny, vagy nagyon alacsonyan, nagyon kis számú osztódás van benne, valószínűleg nem agresszívan fog viselkedni, lehet egy picit várni vele. Ezt egy egységes formában kell közölni, mert hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor hogyha a beteg véletlenül elmegy máshol, és viszi a leletét, akkor nem fogják tudni kiolvasni belőle ugyanazt az információt. Tehát az egységesség arra is szolgál, hogy mindenhol ugyanazt az információt közöljék, és itt a minimum elvárásokat is megpróbáljuk megfogalmazni, ami muszáj, és a többi, ami lehet, és szépé teszi még a leletet. Főorvos úr is nagyon bólogatott, valamit esetleg szeretne? Hát, a mi területünkön is, de hát a két nem említett további területen is még olyan új ismeretek jelentek meg a sugárterápián belül is, a képalkotó diagnosztikán belül is olyan új eredmények jelentek meg, amelyek mindenképpen kanonizálni kell ezeket az információkat, és nálunk is olyan új gyógyszeres kezelések jelentek meg az elmúlt 4 év során, amelyek mindenképpen be kell kerüljenek egy olyan leírásba, amit a kollégák használni fognak. Rendkívül új immunterápiák, biológiailag, molekulárisan célzott terápiák jelentek meg, amelyek komoly további hozzálépést, hozzáadott értéket képviselnek a terápiában. Tehát ezeknek az ismerete, ezeknek a közreadása rendkívül fontos. Tehát a képalkotó diagnosztikában is napról napra érkeznek új hírek arról, hogy melyik módszerrel hogyan kell bánni, új módszerek jelennek meg, vizsgálati módszerek, kiértékelési módszerek. Ezeket mind bele kell foglalni egy ilyen konszenzus dokumentumba. Úgyhogy ezért szükséges nekünk ezt így összefoglalni. Én is hozzáfűznék valamit, tehát azért is nagyon fontos ez a konszenzus konferencia, mert az emlőrák kezelés az nagyon komplex. Tehát itt 6 területet soroltunk föl, és ebben az a jó, hogy mindegyik szakmának a legélesebb 10 képviselője foglalja össze a irányvonalat, és mindegyik szakma egy adott konferencián belül meg tudja ismerni a másik 5 szakmának a legújabb irányelveit, és ezáltal közösen tudunk együtt fejlődni és dolgozni, mert csak így lehet hatásosan kezelni az emlőrákot. Tehát egy komplex kivizsgálásnak a jó ismerete, a patológiai leletnek a pontos ismerete,
a sebészi műtétnek a minőség és az onkológiai kezelés, sugárterápia, diagnosztika egymás nélkül nem tud működni. Tehát ez csak így működhet, ha mindenki összefog a másikkal és együtt gondolkodik. Mit tud a kórház, illetve annak különleges egységei a témában? Az emlőrák ellátásában, kórismézésében én úgy gondolom, hogy a Kecskeméti Megyei Kórház gyakorlatilag mindent tud. Tehát az az egyetlen vagy egy-két terület, ami hiányzik, az konzilium szintjén elérhető, nagyon ritka betegségekre vonatkozik, és a betegségek 99,9%-át kitevő kórképeknek az ellátására teljes mértékben fel van készülve, mind a diagnosztika, mind pedig a kezelés szempontjából. A sebészeti részről biztos megmondja. Hát a sebészeti részről kihívásokat jelent, amiről beszéltem, nem tapintott, nem a daganatok sebészete, őszemnyílók csomó biopszia, és az onkoplasztikai sebészet, ami nagyon tét hódít, ezekben is úgy gondolom, hogy próbáljuk követni a szakmai irányelveket, mindig megújulva és napra készek lenni, úgyhogy úgy gondolom, hogy a kecskeméti betegek azok jó kezekben vannak Kecskeméten, illetve a bácsmegyei betegek jó kezekben vannak Kecskeméten. Hál' Istennek. És főorvos úr? Ebből a szempontból muszáj azt kijelentenünk, hogy semmivel nem vagyunk lemaradva az ország, sőt azt hiszem, hogy az európai magas szintű ellátáshoz képest mindent tudunk, mind felszereltségben, mind pedig, ha úgy tetszik, szürke állományban a legoptimálisabb döntések meghozatalához. Ezt azért is fontos kiemelni, mert nagyon sokan mennek el innen Budapestre, ami hát önmagában mindenkinek a szíve joga, hogy elmenjen, de sajnáljuk azokat a betegeket, akik több száz kilométert utaznak azért, hogy ugyanazt megkapják, amit itt helyben is megkaphatnának. Tehát mindenkit bátorítani szeretnénk arra, hogy körültekintően válasszanak kórházat. Ebben a tekintetben merjük ajánlani magunkat, mert mondom, felszereltségben és tudásban is ugyanazt tudjuk hozni, mint a Magyarország legkiemeltebb intézményei, vagy a legjobb európai rákintézeteknek az emlő terápiával foglalkozó szekciói. Ezt minden nagy képűség nélkül ki lehet jelenteni. Tetszett mondani, hogy minden megvan itt is, mint lényegében Európában a legjobb helyeken. Mi lehet annak az oka, hogy mégis Pestre megy egy beteg? Vagy ez miért lehet? Hagyomány, perögzöttség, hitetlenség, kishitűség, nem tudom a jó szót erre megtalálni, de biztos, hogy vannak olyan nehéz pszichés faktorok, amelyek egy ilyen döntést meghatározhatnak. Meg kell ismerni azokat a helyeket, amik körülöttünk vannak, és ez nem csak a kórházra vonatkozik, hanem a helyi viszonyokra. Nem vagyunk lemaradva semmiben sem. Tehát ez a fő üzenet. Tessenek eljönni hozzánk, megismerni bennünket, és akkor ki fog derülni, hogy igaz az állítás, amit elmondtunk. Így van. Köszönöm szépen önöknek. Köszönjük szépen.